A badacsonyi bazaltbányában A nap már lebukott az öreg hegy mögé, sugarai csak a távoli Balaton vizén táncoltak, és nem csak az apró hullámokat, de a fonyódi partot is aranyosan csillogóvá varázsolták. A vízen vitorlások néha elmosódó, majd újra felbukkanó fehér foltjait láttam. A délutáni nagy melegtől még mindig langyos sziklán üldögéltem az erdőhatár és a szőlők találkozóján. Körben semmi sem mozdult, a csendet, a hegy lélegzését hallgattam. Az erdőben már sűrösödtek az árnyak, és a gyümölcsfák felől zöld külő repült hangosan kiáltva a hegy oldal közé. Éjszakázó odúja valamelyik öregfa törzsében lehetett. Az augusztusi alkony már átcsúszott az estébe. Az égen egymás után gyújtak ki a csillagok, és sziporkázó fényük csak akkor halványult el, amikor a Balaton fölé emelkedett az ezüstösen csillogó teli hold. A sötét fák között macskabagoly kiáltott, feljebb a hegyoldalon ideges őzbak riasztott többször egymás után. Az utolsó turista csoportok gyakran már sötétben igyekeznek le a hegyről, a bak tőlük ijedhetett meg, és kezdett riasztani. Ahogy sötétedett, úgy nőtt a szúnyogok száma, végül már tucatjával támadtak rám. Hadakoztam velük egy ideig, aztán feladtam. A túlerő ellen tehetetlen voltam, visszavonultam. Éjszaka felébredtem, és kiálltam az ajtó elé. Éjfél lehetett, a hold magasan ragyogott, kellemesen lehűlt a levegő, és a balaton felől érkező friss szellő az erdőbe söpörte a szúnyognépet. A hegy hallgatott. Csendben volt a macskabagoly, nem riasztott az őzbak. Egy denevért láttam, de az is nesztelenő csapongott a gyümölcsfák körül. Még aludtam néhány órát, de alig szürkült, már újra kint voltam. Az erdőből örvös galamb köszöntötte búgva a kelőnapot, de még el sem hangzott a befejező rövid hú, amikor mókus jelent meg a szélső tölgyfán. Összekuporodva ült, lombos farkát maga fölé hajlítva figyelt. Amikor semmi gyanúsat sem észlelt, egyetlen gyors mozdulattal a legközelebbi mandula fára vetette magát. Végig rohant az ágakon, kutatott, keresett, de az erdőhöz közeli fán már egyetlen mandulát sem talált. A földön heverő, rengeteg szétrágott héj ékes szólóan árulkodott a mókusok munkájáról. Most csak azt az egy vörös mondást láttam, de korábban előfordult, hogy hárman vagy még többen is érkeztek egyszerre szüretelni. Az üres mandulafán a mókus töprengeni látszott. Üldögélt egy kicsit, aztán hirtelen elhatározással a földre ereszkedett. Fejjel lefelé ügyesen kúszott a törzsön, majd néhány gyors ugrással egy másik fán termett. Ez távolabb esett az erdőtől, akadt rajta néhány szem mandula, a mókus két kis kezébe kapott egyet, villámgyorsan körberágta, jó ízűen falatozni kezdett. A felhagyott bazaltbányát a tó felüli oldalon már jócskán benőtte a növényzet, a szürke felületet sötétzöld foltok tarkítják. De a sziklafal alatt, az erdőben, néma mementóként ma is ott feküsznek azok a hatalmas, több többmázsányi sziklatömbök, amelyeket a robbanás ereje lódított meg és görgetett alá a hegy oldalon. Az egyikre aranyló folytot rajzoltak a lombok között beszökő napsugarak, közepén erdei szemeslepke tárta szét pettyekkel mintázott szárnyait. Eljárt az idő a sziklafal alá telepített fekete fenyők felett is. Mintha csak tegnap lett volna, amikor az apró csemetéket ültették. Ma pedig görcsös, megrokkant törzsükről már itt is, ott is száraz ágak meredeznek az ég felé. A bokrok között barátkák csettektek, és amikor a távcsövet feléjük fordítottam, egyikük éppen fényes fekete bogyót nyelt le jó ízűen. Érik a bodza, és ilyenkor a poszáták főként az édeskés ízű bogyókkal élnek. Gyors egymás utánban csípik le egyiket a másik után, híg ürülékük lilára színezi a fonnyadó augusztusi leveleket. Valamivel odébb a májusfa termésén lakmározott három fekete rigó. Kormos fekete hím menekült hangosan riasztva a sűrűbe, két fiatal idei madár viszont csak odébröppent, és ott várták mozdulatlanul, hogy elhaladjak az ösvényen. A tágas bányakatlan a hegy túlsó oldalán üres volt. A tisztás közepén lapos sziklatöm fekszik, arra szoktam ülni, ha ott járok. Csendben nézelődve mindig lát valamit az ember. A fehér pöttyentések azt mutatják, hogy a kényelmes sziklát mások is használják. Valószínűleg rozsdafarkú este róla a fűben mozduló rovarokat. Tavasztól őszig bármikor is járok erre, majd mindig látok néhány házi rozsdafarkut vadászgatni. Kényelmesen elhelyezkedtem, a ceruzát és a jegyzetfüzetet magam mellé készítettem, és vártam. Eleinte a sziklákon mozgó faligyékokat figyeltem, később sarlós fecskék éles szri hangját hallottam. Eltartott egy ideig, amíg az elsőt sikerült megpillantanom. Nagy magasságban, molnár fecskék társaságában vadáztak. Bár nincsenek rokonságban egymással, sőt, a sarlós fecskék, magyar nevük ellenére nem is énekes madarak, mozdulataik, ahogy a levegőben szálldosó rovarok után kaptak, nagyon hasonlóak voltak. Tucatnyi, vasmacska alakú, hegyes szárnyú madarat láttam, aztán lassan távolodni kezdtek, és végül tapolca irányában tűntek el. Velük repültek a kis Molnár fecskék is. A magasba nyúló csupasz bánya falon több meszelés fehér lett. Májusban vörös vértség keringtek a fal előtt, két vagy három pár költhetett itt. A meszelések a kiszögeléseket, a madarak pihenőhelyeit jelezték. A vértség a nyár végére eltűnnek innen. A fiókákat kirepítették, és a mezők fölé költöztek, ahol pockokra, egerekre és sáskákra vadásznak. Csak néha bukkan fel egy-egy hegyes szárnyomadár, köröz egy kicsit a bánya felett, aztán újra a távoli szántóföldek felé repül. Gondolataimból guruló szikladarab keltette zajrázott fel. A bazalt szemben a régi meddőhányó már bebokrosodott dombja magaslik, és oda pillantva fiatal rókát láttam osonni a kövek között. A bokrok néha eltakarták, de mindig újra előbukkant. A kis szikladarabkát, amire felfigyeltem, a lábával lökhette le a meredeken. Legfeljebb néhány hónapos lehetett, de mozdulatai már az öreg sokat tapasztalt rókát idézték. Óvatosan lépdelt, néha hosszasan szaglászott valamit. Egy nagyobb sziklatömb előtt megállt és körülnézett. Felém is pillantott, de bár teljesen nyíltan ültem és éreztem, hogy tekintete végig siklik rajtam, nem ismerte fel bennem az embert. Ha csak az ujjamat mozdítom, nyomban elugrik, de a szoborszerű emberi alak számára beleveszett a kisebb-nagyobb sziklatömbök közé, nem törődött vele. Nem véletlen a vadászok között járó mondás, miszerint a róka előbb veszi észre a mozduló egeret, mint a mozdulatlan templomtornyot. Az ócsai túriánon egyszer öreg rókát csaltam egércincogással egészen közelre, jóval lőtávolom belőle. Csak az utolsó percben vette észre, hogy rászették. Rókát úgy loholni még nem láttam, ahogy az rohant az égererdő felé. Az én rókám a bazalt szikla tövében még nézegetett, szaglászott egy kicsit, aztán miután vizeletével gondosan megjelölte a szürkés fekete tömböt, megkerülte és becsúszott a bokrok alá. Vártam egy ideig, de nem láttam többé. A kezdetben kellemesen melegítő napsugarak kezdtek forróvá válni. Felálltam és körbejártam a bányakatlant. Az egyik sarokban, közel a hegyoldalon körbevezető turistaúthoz sétkender virágzott. Az apró, világos, rózsaszínű virágok szorosan ültek egymás mellett, bibeszálaik messzire kiálltak a szirmok közül. A sétkender gyakori növény, és ott, ahol nő, többnyire tömeges. A magas, egyenes száron ülő virágok szinte kínálják magukat a legkülönbözőbb rovaroknak. Augusztus elején mindenütt repül a nagy lepke, de láttam a virágokon káposzta lepkéket, két gyönyörű nappali pávaszemet, és melléjük telepedett néhány saktábla lepke is. Két üvegpotrohú légy annyira elmerült a virágok élvezetében, hogy egyikük fekete végű potrohát megérinthettem anélkül, hogy erre felfigyelt volna. Ha a virágokat és rajtuk lepkéket és más rovarokat látok, mindig megállok legalább néhány percre, hogy figyeljem, csodáljam őket. Örülök azoknak, amelyeknek ismerem a magyar, esetleg a tudományos latin nevét is, a többiekről, és ezek vannak többségben, néha rögtönzött vázlatot készítek, hogy aztán az alapján otthon próbáljam meghatározni őket. Holló korrogott, és csak hamar láttam is a két fekete madarat, amint a gulács felől a bányához közeledtek. Egy pár év óta költ a sziklafal egyik megközelíthetetlen párkányán, de augusztusban a vértséghez hasonlóan legfeljebb rövid látogatóba jönnek. Korán költenek, fiókáikat már el is felejtették, ezek a megjelenések csak a féle ellenőrzés számba mennek. Ha nem vagyok ott, talán leszálltak volna néhány percre, de persze már messziről megláttak, és oly közömbösen repültek tovább, mint akiknek az égvilágon semmi köze a badacsonyi bazaltbányához. A mély kor kort mind távolabbról hallottam, aztán a hangok teljesen elenyésztek. A katlamban felforrósodott a levegő, a nap hétágra szórta tüzes sugarait, az égen egyetlen felhő sem látszott, igazi augusztusi hőség telepedett az öreg hegy fölé. Egy utolsó pillantást vetettem a sétkender virágain sétáló rovarokra, aztán hátat fordítottam az égnek meredő néma sziklafalnak.